Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon. Kajári Ferenc vezérőrnagy egy éven át volt a NATO koszovói békefenntartó missziójának parancsnoka. Ezzel ő lett az első magyar parancsnok, aki betöltötte ezt a tisztséget. A katonai misszióban 28 ország mintegy 4000 katonája vesz részt. Vendégünk Kajári Ferenc vezérőrnagy, a NATO KFOR missziójának volt parancsnoka. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Vezérőrnagy úr, én pontosan tudom, hogy az katonaember az oda megy, ahova küldik, és amikor visszahívják, mert lejárt a megbízatása, akkor meg elindul hazafelé. De ilyenkor, amikor első KFOR parancsnokként az embernek lejár az egyéves megbízatása, van benne némi sajnálat az iránt, hogy ezt nem lehet folytatni? Vagy inkább megkönnyebbül? Hát azt kell mondjam, hogy ez inkább a megkönnyebbülés felé hajlik, hiszen az egy év az bár rövidnek tűnik, de azért egy műveleti területen hosszú idő, és tulajdonképpen ez a hét napján és a nap 24 órájában végrehajtandó feladat. Úgyhogy amikor vége van az egyéves időszaknak, akkor szerintem mindenki várja már, hogy hazaérkezhessen a családjához, és visszazökkenjen a hétköznapokba. Különösen igaz ez abban a helyzetben, ami Koszovóban volt az elmúlt időszakban, hiszen a magyar parancsnoki időszak egy olyan időszak kezdetén volt, kezdődött, amikor fokozatosan romlott a biztonsági helyzet, nőtt a feszültség, és tulajdonképpen ezt látjuk a napjainkban is, hogy a koszovói kormány és a koszovói szerb kisebbség között azért elég jelentős feszültségek alakulnak ki, ez pedig jelentős kihívás a KFOR parancsnokának és a KFOR egészének. Néhány héttel ezelőtt én biztonságpolitikai szakértővel beszélgettem arról, hogy mennyire lehet tűzfészek a Balkán és azon belül különösen a szerb-koszovói térség. Ön távoztában hogy látja visszanézve arra a vidékre? Lehet ott békét teremteni hosszú távon, és lehet a két nép között békét teremteni, vagy ez az áldatlan állapot ez gyakorlatilag így marad és tartós lesz? Hát a Nyugat-Balkánt ezt szokás az Európa puskaporos hordójának nevezni, de véleményem szerint megvan a lehetőség a megállapodásnak, a viszonyok rendezésének. Ennek érdekében folyik az Európai Unió által támogatott Belgrád Pristina dialógus, aminek az a célja, hogy rendezze a két ország viszonyát. Itt az a fontos, hogy a megállapodás szülessen, tehát itt a dialógus keretében érjenek el a felek megállapodást, és tartózkodja mind a két fél az egyoldalú intézkedésektől, hiszen hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, mindig akkor alakult kifeszült helyzet, fokozódott a feszültség Koszovóban, amikor valamelyik fél egyoldalúan próbálta meg az érdekeit érvényesíteni ennek a Belgrád-Pristina dialógusnak a keretén kívül. Az orosz-ukrán háború kitörése mennyire befolyásolta ott a biztonsági helyzetet, vagy mennyire okozott izgalmat a térségben? Az orosz-ukrán háború kezdetekor érezhetően nőtt a feszültség a lakosság körében, hiszen még sokakban élte az 1999-ben befejeződött fegyveres konfliktusnak az emléke, így az Ukrajnából érkező hírek visszahozták ezeket az emlékeket, és az első hetekben, hónapokban mi is érzékeltük a lakosságban növekvő feszültséget. De gyakorlatilag a KFOR feladat rendszerét nem befolyásolta az Ukrajnában folyó háború, ezért külön intézkedéseket nem kellett tennem, illetve nem kellett külön feladatokat végrehajtanunk. Ami befolyásolta mindennapi munkánkat az, hogy a koszovói vezetés elég éles retorikát kezdett el használni március-áprilistól, folyamatosan küszöbben álló háborúról, annak a veszélyéről nyilatkoztak, ami nem járult hozzá
a lakosság nyugalmának helyreállításához. Ezért többször kapcsolatba léptünk a helyi vezetéssel, és kértük arra őket, hogy ezen a retorikán változtassanak, hiszen ez nem segít a helyzet normalizálásán. Ő már számtalan helyen dolgozott a világban, külszolgálatban, volt Bosznia-Hercegovinában, az Afrikai Unió szudáni missziójában, Afganisztánban, most itt volt Koszovó, és hát felmerül a kérdés, hogy ha egyszer valaha lehet legalább egy fegyverszünetig eljutni az ukrán-orosz háborúban, akkor ott például lehet-e egy békemisszió, vagy éppenséggel egy nemzetközi a fegyverszünetet ellenőrző testület a demarkációs vonalon. És erre mondta azt jó múltkorában egy katonaember itt az adásban, hogy hát aki most oda megy, és azt mondja, hogy ott békét akar fenntartani, az nagyon bátor ember. Ön hogy gondol erre? Hát ahhoz, hogy békét lehessen fenntartani, ahhoz először béke megállapodás szülessen. Tehát amíg nem kezdődnek meg béketárgyalások bármilyen fegyveres konfliktusban, és nem állapodik meg a két fél, addig békefenntartásról nem érdemes beszélni, hiszen a békefenntartó erők általában egy megkötött békeszerződés betartását felügyelik egy adott konfliktus területen. Az, hogy ekkora kockázata egy katonai küldetésnek, akár a béke szempontjából, azt nyilván kockázatelemzés megelőzi, mert hát ez hozzátartozik ehhez. Ezt önökkel ismertetik, mielőtt elindulnak? A Magyar Honvédségnek megvan egy minősítő rendszer, amely alapján minden egyes béke missziós feladat besorolásra kerül az éghajlati viszonyok, a kockázati tényezők alapján, tehát a kiutazó állomány tudatában van annak, hogy milyen területre megy, illetve hát ez a felkészítés részét képezi. A kitelepülés előtt minden műveleti területre induló állomány megkapja a felkészítést az adott műveleti területről, az ott várható viszonyokról, és ennek tudatában indul mindenki útjára egy békemissziós vagy bármilyen műveleti feladat végrehajtására. Az ön egyéves vezetői munkáját Koszovóban mi minősíti elsősorban? A béke? Tehát az, hogy nem tört ki semmiféle konfliktus, hogy azt, ami kitört, ugye ez volt ez a bizonyos rendszám, ugye a koszovói szerbek milyen rendszámot használatnak, és még a leginkább ez volt a meredek időszak július végén, augusztus elején. Tehát, hogy békét lehetett teremteni, hogy nyugalmat lehetett teremteni a vidéken, az minősíti az ön munkáját? Mindenképpen én úgy gondolom, hogy sikeres volt az egyéves magyar parancsnoki időszak, hiszen nem történt olyan atrocitás, olyan incidens, ami személyi sérüléssel vagy jelentősebb anyagi kárral járt volna. Tehát ez mindenképpen siker, hogy az elmúlt egy évben ezt sikerült megakadályozni. Ahogy a koszovói miniszterelnök fogalmazott, amikor elköszöntem tőle, hogy az, hogy nem történt semmi, az a KFOR sikerét, a magyar parancsnoki időszak sikerét minősíti, bizonyítja. Igaz, hogy a semmi az nem tud megjelenni a hírekben, tehát ez nem látványos így, hogyha történt volna valami, akkor az szerepelt volna a hírekben, de szerencsére nem jutottunk idáig. Másrészt, mivel ez volt a Magyar Honvédség számára az első lehetőség, hogy egy NATO műveletparancsnoki beosztását betöltse, én úgy gondolom, hogy a stratégiai célja Magyarországnak az volt, hogy bizonyítsa, hogy a Magyar Honvédség kész és képes egy ilyen feladat felvállalására, és a parancsnoki feladatok végrehajtására a NATO követelményei szerint. Én úgy gondolom, hogy ezt sikerült bizonyítanunk, legalábbis a visszajelzések ezt mutatják, úgyhogy ebből a szempontból is mindenképpen sikeres volt a magyar parancsnoki időszak. Vállalna újabb külszolgálatot? Hát természetesen, hogyha szükség van rá a jövőben, akkor ahogy ön kezdte a beszélgetés elején, a katona oda megy, ahova küldik. Tehát, hogyha ez szóba kerül, akkor természetesen készen állok rá, bár a hazaérkezést követően ezt nem célszerű emlegetni, főleg nem a családtagok előtt, mert nem aratna különösebb siker.
Ezt megértem. Jó pihenést itthon, és köszönöm, hogy beszámolt erről az egy évről, amihez gratulálok. Kajári Ferenc vezérőrnagy volt itt a vonalban, a NATO koszovói békefenntartó missziójának volt parancsnoka. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont.